Nem csak a diákok életében volt történelmi az idei ballagás a Lóczi Lajos gimnáziumban. Az intézmény profil változásai miatt az iskolában is lezárult egy korszak. Erről is beszél Duna Katalin igazgatónő a Híradónak adott interjúban. Ez egy különleges évfolyam volt több szempontból, és nagyon népes évfolyam volt, 90 diákot búcsúztattunk most el. Befejeződött egyfajta képzés a gimnáziumban, elballagott ebben az évben a két tanítási nyelvű idegenforgalmi szakgimnáziumi osztály, nem lesz több szakképzés, szakgimnázium az iskolában, és most ballagott az első természettudományi tagozatos osztályunk, aminek az érettségi eredményére mi magunk is kíváncsiak vagyunk, de biztos, hogy jól meg fogják állni a helyüket. Ez a generáció már teljesen más, mint 5-10 vagy akár 15 évvel ezelőtt voltak. Nagyon szerethetőek, másképp kommunikálnak és másképp tűzik ki a céljaikat. Ezért a pedagógusoknak is át kell alakítani a szemléletüket ahhoz, hogy őket hozzásegítsük a sikeres életpályához. Azt gondolom, hogy ez sikeres volt eddig. A ballagók ezúttal is látványos vonulással érkeztek meg az iskola épületétől a kisfaludi színpadhoz, ahol a szülők jelenlétében az iskola elbúcsúzott a végzősöktől. A lócisok továbbtanulási aránya gyakorlatilag 100%-os, de most még az érettségi sikeres befejezése a cél. Szomorúsággal ébredtünk, mivel nagyon megszerettük egymást így a végére, és hát sajnos el kellett ballagnunk, ennek is eljött az ideje. De igazából jövő héttől kezdődik a nagyobb megmérettetés, és az összes érettségizőnek sok sikert kívánok. Nagyon hosszú volt, kezdetben úgy voltunk vele, hogy milyen hosszú lesz, nagy szenvedés lesz, de lényegében gyorsan eltelt, mintha tegnap lett volna, amikor beléptünk az iskolába először. Úgy gondolom, egy jó osztályközösség kovácsolódott belőlünk. Szerintem az elején még annyira nem értünk össze, mindenki különböző egyéniség. Szerintem inkább így az utolsó évre, főleg amikor észreveszünk, hogy inkább eltávolodunk egymástól, főleg így az érettségi szalagavató. Érettségi után én Győrbe jelentkeztem gyógypedagógia szakra, és szintén remélem a legjobbakat. Én a testnevelési egyetemre jelentkeztem, sportszervezői szakra, és hogy remélem a legjobbakat felvesznek, és onnantól pedig minden megy a keréken. Én Budapestre jelentkeztem a Semmelweis Egyetem fogorvostudományi karára. Hogy messze jutottak a felengedett lufik szombaton, az nem kérdés, ahogy azt sem, hogy a vizsgák után a diákokat is sokfelé viszi majd az élet. Egyszer majd, 5, 10 vagy 20 év múlva talán ismét találkoznak az iskola falai között.